nehéz mérkőzéseken, nehéz heteken vagyunk túl, kikaptunk itthon bajnok esélyes Csömör ellen, kikaptunk a kupába a MB2-es Gyöngyös ellen, így mentünk Gyöngyösre, a Gyöngyös Halász otthonába, egy nagyon izzadságszagú mérkőzésen tudtunk csak nagy győzni akarással nyerni. Ezek után érkezett hozzánk a megerősödött Salgó futszal, akire ugyancsak valami hasonló nehéz mérkőzésre számítottunk. Így készültünk. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy előnnyel tudtunk fordulni, de a jobb csapat az első fél időben a Salgó futszál volt. Változtatnunk kellett, mint a felállt védelem elleni játékban változtattunk, mint mentalitásban, illetve azt gondolom, hogy a bátor 5-4 elleni játékunk hozta meg a mai mérkőzés kimenetelét, ahol magunk javára tudtuk fordítani a mérkőzés képét. Ugyanilyen nehéz mérkőzésre számíthatunk jövő héten az Eger ellen. Gratulálunk a srácoknak, és további sok sikert a vendég Salgó futszálnak. Először is gratulálok a hazai csapatnak a győzelmükhez. Nagyon jó mérkőzést játszottunk, jó iramú találkozóra került sor. Sajnos a helyzet kihasználásunk megint kívánnivalót hagyott maga után, rengeteg helyzetet kidolgoztunk. Rengeteg egy-egyes szituációkat megnyertünk, de mégse tudtuk arra váltani ezeket. Ezért a szerencsésebbnek mondható hazai csapat úgy érzem, hogy most megérdemelten tartotta itthon a 3 pontot. Bízok benne, hogy a következő mérkőzéseken is hasonló mennyiségben és minőségben ki tudunk állni, és végre megszerezzük az első győzelmet.